A helyszínen elhangzott, nem csak 1944 őszén végeztek ki ártatlan topolyaiakat, hanem 1945. januárjában is történtek atrocitások. Nagy Tibor történész szerint az áldozatok listája bővülni fog, ugyanis még várat magára az Újvidéki Történelmi Levéltár anyagának átvizsgálása. Kókai Márnyák Melinda, Topolya polgármestere beszédében hangsúlyozta, az emlékezéssel csak erősödhet a közösség. Az a közösség, amely közösen tud emlékezni, vagy akár közösen ünnepelni, csak azt tud gyarapodni és gazdagodni. Találjuk meg a tiszteletet, a szabadságot, és legyen részünk a gyarapodásban azzal, hogy ma közösen helyezzük el a kegyelet virágait, hogy egyenként gyújtsuk meg egy-egy mécsest. Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi frakcióvezetője beszédében kiemelte, arra a tragédiáinkra emlékezünk most, amellyel 1944-ben össze akarták roppantani a vajdasági magyar közösséget. Mi tudtuk és tudjuk, hogy nem csak velünk történt borzalmas események ekkorban. S valtuk, s valljuk, ártatlan áldozat és ártatlan áldozat között nincs különbség. Legyen az szerb, magyar, német, zsidó, horvát vagy roma. Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt topolyai és kishegyesi szervezetének elnöke, az egyik legszomorúbb ténynek azt nevezte, hogy az ártatlan áldozatok átlag életkora 32 év volt. Ez az adat nagyjából érvényes Topolyára is. Nem csak a családok, de a nemzet részünk, és ezzel a nemzet egészének tragédiája is. A topolyai parkban a teniszpályánál koszorúztak és gyertyát gyújtottak a tömegsír áldozataiért. A megemlékezés a Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban Szent Misével zárult.